Éremért utazott a pozsonyi ifjúsági Európa-bajnokságra Majoros Bence, akinek a kontinens torna volt az utolsó versenye nyírbátori színekben. Az előjelek biztatóak voltak, mivel a 18 éves játékos jól szerepelt az első fél év tornáin. Szlovákiában aztán minden a várakozásokkal ellentétben alakult, a fiú csapat a 14. helyen zárt, fiú párosban és egyesben pedig a 8. döntő jelentette a végállomást Bence számára. A felkészülés nagyon jó volt, meg én is nagyon sok jó eredményt láttam magamtól. Azért minden meg is tettem, de most ez nem így alakult sajnos, nem jött ki a lépés egyik versenyszámba se, mindegyik versenyszámban 8 közé kaptam ki. Nem ment rosszul a játék, de tényleg valami most így nem jött össze se, hogy... Bence a következő szezonban a német harmadik ligás Wenheim csapatát erősíti, miközben az egyik legnevesebb európai edzőközpontban Oschenhausenben tréningezik majd. A 18. életévét a napokban betöltő fiatalembert az elmúlt héten mutatták be új csapatánál, ahol a jövő hét elején kezdődik el a felkészülés. 9-én most vasárnap megyek, aztán kint leszek szeptember közepéig. Szeptemberig edzőtábor, tehát addig edzünk nagyon sokat, kondizunk. A felkészülés lesz aztán szeptember 5-én és 6-án lesz az első meccsem az új csapattal, és majd szeptember közepén, mielőtt hazajönnék, fogunk menni a belga nőtt nemzetközire. Bence elmondása szerint az első évet az ismerkedésre szánja, szeretné minél hamarabb megszokni a körülményeket. Utolsó korosztályos versenyén, a novemberi franciaországi ifjúsági világbajnokságon a korábbi hírekkel ellentétben asztalhoz állhat az immár németországi légiós, aki a felnőttek között is szeretne olyan eredményeket elérni, hogy meghívót kapjon a válogatott keretbe.